az év legzsúfoltabb turisztikai hetében a Mézvásár után már is itt a Csángó Fesztivál, mely ebben az elrendezésében az is lehet, hogy így utoljára látható. Ez annyit jelent, hogy a szervezők fejleszteni szeretnék a fesztivált a főtéren több színpaddal is, közben a Margit-sziget felújítása okán a népművészeti kirakodóvásárnak egy alkalommal vagy akár a jövőben állandóan egy új helyszínre kellene költöznie. Egyébként ez a fajta tervünk, hogy a főtérnek bizonyos kihasználtsága még teljesebb legyen, még nagyobb fesztivál hangulata legyen, ez nem tört meg. Jövőre mindenképpen ezt szeretnénk megoldani, már csak abból adódóan is, mert elképzelhető, hogy a Margit szigetnek lesz egy felújítása, és ezáltal mindent a főtéren akarunk megvalósítani, és lehet, hogy egy olyan váltás lesz, miután úgy fogunk dönteni, hogy már onnantól kezdve ez a helyszín marad majd csak a fesztivál életében. A keddi előadás méltó nyitánya volt a program hétnek. A visszatérő jászok nem csak önmagában remek élmény, de Melis László emlékének ajánlva egy igazán megható emlék is. Szerdán a külföldi csoportok általában sok-sok látogatót vonzanak a főtérre, míg Boka Gábor népies színháza esztendők óta megtölti a Víz utca udvarát. A kiemelt gálaműsorok közül a csütörtöki Somnakai Gypsy Musical igazi kuriózum, míg pénteken este a Fölszállott a páva gálaműsorban ifjú tehetségekkel találkozhatunk. Miközben szombaton majd a folkmise, a táncforgatag, szintén vonzó látványosság is, a szigeti kis színpad sem marad műsor nélkül. Ez az este valahol a fesztiválnak az üzenete is. Tehát ez az esti műsorunk, olyankor a moldovai gyímesi csángók és a Erdélyből, vagy Felvidékből, vagy Vajdaságból érkező hagyományozó táncosok, zenészek színpadon lesznek, és egyre nehezebb az a történet, hogy idősebb táncosokat elhozzunk. Tehát egy összegzést remélem fogunk csinálni majd valamikor, hogy a 28 év alatt kik voltak azok az adat közül táncosok itt voltak, egyre kevesebb az, aki itt tud lenni. Az eltünedező, nagyon megfogyatkozott idős adatközlő generáció már így is nagy űrt hagy maga után. De legalább hagyományaik megmaradnak a népi tudástárakban és a táncműhelyekben. Így mindig tudunk emlékezni karakteres mozdulataikra, hangulatteremtő dalaikra és személyiségeikre. Én úgy gondolom újfent idén is, hogy tudtunk egy színes programot összeállítani, egy változatos programot, törekedtünk erre. Remélem, hogy lesznek sokan, akik megtalálják ezekben a meleg pillanatokban, ebben a lélekemelő pillanatokban azt az érzésvilágot, ami miatt érdemes fönt lenni a főtéren.